Istenem, segíts, hogy megnyílhasson a szívünk. Ahogy a Te igéd mondja, hogy vannak az, akik örömmel fogadják az igét, és befogadják a szívükbe, és ebben a földben azt tud teremni. 10-szer annyit, 50-szer annyit, 100-szor annyit. Szeretnénk, hogy ma ilyen legyen a szívünk, hogy készek legyünk arra, hogy megváltoztassuk az életünket annak alapján, amire Te tanítasz minket. És erre is kérlek, hogy amit mondok, az ne az én okosságom legyen, ne emberi okoskodás, hanem a Te bölcsességed, a Te terved, a Te akaratod mélyebb megértése. Amen. Sok mindenről gondolkoztam, hogy hogy is kezdem a mai tanítást. Sajnos nem hoztam hagymás csokit. Most mással készültem. Ugye már két gyertya ég itt elől, advent van, és hogy miről is szól az advent? Ugye várjuk, emlékezünk arra, hogy mi is történt 2000 évvel ezelőtt, hogy ott valahol Izrael közepén egy kis faluban megszületett egy kis csecsemő, akiről aztán kiderült, hogy ő nem csak az Ács fia, hanem hogy Isten szent lelkétől született csodával, csodálatos módon, és hogy Isten maga jött a földre gyermekként. Azért, hogy aztán fölnőjön, és ahogy énekeltünk róla, hogy vára értünk a kereszt halált, meghajon értünk, megváltson minket. És talán már ti is éltetek át ilyet, hogy ez olyan, ha már sokszor hallottuk. Mit is jelent ez? Nekem nagyon tetszett, mikor... Ja, azt hittem, hogy mondani. Nekem nagyon tetszett, amikor C.S. Lewisnak megjelent összegyűjtött levelezése is, amiket nagy gyerekek írtak neki levelet. Hát ő írta a Narnia krónikáit, nagy siker volt, nagyon sok gyerek élvezte. És egyik kisgyerek megkérdezte, hogy miért is írta meg azt a könyv, az oroszlán boszorkány és a könyves ruhász szekrény, vagy van, hogy is van, és a ruhász szekrény. És Lewis azt mondta, hogy hát tudod, az úgy volt, hogy egyik húsvétkor ott ültem a templomban, hallgattam a húsvéti prédikációt, és azt éreztem, hogy semmit nem jelent. Hogy jó, hát igen, Jézus meghalt értem, szenvedett értem, jó, hát ezt már mind tudom, és tök teljesen üres volt a szívem. És ekkor döntöttem, úgy írja Lewis, hogy valahogy szeretném fölfrissíteni. És hogy elkezdett vele foglalkozni, hogy mit is jelent ez, hogy Jézus meghalt értem, ebből született meg ez a könyv a Narnia krónikáinak, ahol ugye Aszlan, aki Jézus jelképezi a könyvben, ő vállalja a halált a többiekért, egy árulóért. És szerintem sokszor nem fogjuk fel, hogy mit is jelent a megváltás. Mert ha csak ennyi lenne Jézus megváltása, hogy higgyél bennem, és akkor üdvözülsz, és pont, ami igaz. De ha csak ennyi lenne, hogy most a mennyországban legyek vagy sem, akkor nem lenne szükségünk arra, hogy itt összegyűjjünk. Akkor egyszer valamikor az utcán megállítanának téged, hogy Gábor, akarsz örök életet? Igen, de jó, akkor higgyél Jézusban, és üdvözülsz. Hiszed, hogy ő az Isten? Hiszem. Jó, üdvösséged van. És élhetnénk tovább az életünket. De Istennek valami nagyobb terve van. Mert azért jövünk itt össze hetente, hogy hagyjuk, hogy ő elkezdjen átformálni. A Biblia arra tanít minket, hogy a bűn az valahol megsebzett minket. Valahol az egyik más szó, ahogy ezt kiszokták fejezni, hogy elgörbített minket. Nem azok vagyunk, akiknek Isten teremtett.
És hogy ma erről szeretnék kicsit beszélni, hogy amit egyébként Gábor nagyon, nagyon jól föl, nem beszéltünk össze Komlódi Gáborral, de a múlt héten ugye Jézusról beszélt, hogy Jézus az, aki a megrepett nátszárat nem töri el, aki a pislákoló mécses nem oltja ki. Ugye Jézus az, aki gyógyítóként, helyreállítóként jött el. És ezzel azért valahol nem szeretünk szembenézni. Hát én nem vagyok azért, jó, van egy pici kis repedés, de én azért köszi, tök jó vagyok. Szóval, ha megkérdeznének most titeket, hogy tegye fel a kezét az, aki megrepett nátszálnak érzi magát, akkor hát egy párral lennénk, de vannak őszinte testvéreink, de a legtöbben úgy lennénk, hogy jó, hát azért én egész jól vagyok. És hogy erről szeretnék beszélni kicsit, hogy nézzük már meg magunkat, tényleg annyira jól vagyunk. Ugye a múlt héten Gábor kiemelte, hogy azért fontos ezt úgy végig gondolnunk, mert egy repett nád az veszélyes. Nem tudom, hogy valaki dolgozott-e náddal, az nagyon jól, nagyon keményen meg tudja vágni az ember kezét, meg hogy megvan repedve, akkor jól bele is tud szúródni. És amikor a saját sebeinkkel, repedéseinkkel nem vagyunk tisztába, akkor bizony ott, amikor hozzánk ér valaki, lehet, hogy csak meg akar simogatni, de jól megszúrjuk. És hogy azt hiszem, hogy ezért fontos erről beszéljünk. Hol is vannak a sebeink? A Biblia legelején, Mózes első könyvében, a második részben azt olvassuk, 25. versben, hogy Ádámról és Éváról, hogy még mindketten mezítelnek voltak az ember és felesége, de nem szégyelték magukat. És utána viszont, a következő részben, mikor Ádám és Éva úgy dönt, hogy ők olyat tesznek, amire Isten azt mondta, hogy figyelj, ezt ne tegyétek. Akkor azt olvassuk a 3. rész 7. versétől, hogy akkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelnek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, azt ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szedős alkonyatkor járkált a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen így kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. A bűneset óta érezzük azt, hogy valami nincs rendben. Hogy önmagamban nem vagyok elég, hogy mezítelen vagyok. És ezért az egyik legalapvetőbb érzésünk, ami kísér minket az életünkön át, az a szégyen. Az a szégyen egy, talán szóval a legnagyobb teher, amit hordhatunk. Több nagy mű is szól erről a világirodalomban. És ráadásul, mivel bűnös emberek között vagyunk, mert nem csak én vagyok bűnös, hanem még a feleségem is, Zsófi is, sőt még édesapám is. Anya tökéletes. Nem, édesanyám is bűnös. És ezért ugye Henry Nouwen, egy nagyon mélyhitű katolikus pap, ezt így írta le, hogy senki sem menekülhet meg a sebződéstől. Mindannyian sebzett emberek vagyunk, akár fizikailag, érzelmileg, mentálisan vagy spirituálisan. És hogy mi is az, ami ott megsérült a bűnesetkor? Mit jelent az, hogy mesztelen vagyok, hogy el kell rejtőznöm? A saját értékességem, a szerethetőségem. Legmélyebben valahol itt sérültünk. Ugye a szégyen, amikor
van egy egészséges bűntudatunk, az azt mondja, hogy ez rossz volt, amit csináltam. Ezt nem kellett volna megtegyem, ezzel megbántottam a másikat, ezzel ártottam neki, ezzel önző voltam. Ez egy egészséges bűntudat. A szégyen azt mondja, hogy rossz vagy. Azt mondja, hogy értéktelen vagy. És hogy a szégyenen keresztül valahol a lelkünk sebződik. Hogy így gondolkoztam, hogy amikor készülök prédikációkra, próbálom így átrakni magamat a túloldalra, hogy milyen lenne, ha ezt hallgatnám. És hogy jó, hogy igen, itt sebződtünk, de hát Jézus már megváltott, értékes vagyok. Minek itt ennyit foglalkozni a sebekkel? Ez nem ilyen köldökbámulás, meg ilyen önvájkálás, meg már megint a sebek, meg hogy milyen rossz vagyok. Miért kell foglalkozni ezekkel a sebekkel annyit? Azt hiszem, hogy amit Gábor mondott a múlt alkalommal, az nagyon találó volt, hogy a repett nád az veszélyes. Ahol én valahol megsérültem gyerekkoromban, vagy az iskolában, vagy később, valaki úgy beszólt, vagy úgy bánt velem, hogy az valamit összetört mélyen bennem, akkor ott keletkezik egy kis érdes felület. És ha azzal nem foglalkozom, akkor ahogy mászkálok, emberekkel kapcsolatban lépek, ott mindig szúrok egyet valakinek. Ugye a római levélben nagyon sokat foglalkoztunk a bűnnel, az evangéliummal. És ott a római levél elején Pál arra fókuszál, hogy a bűn, amikor én nem az vagyok, és nem úgy élek, ahogy Isten azt eltervezte, akkor a bűn az összetöri az Istennel való kapcsolatomat. De ugyanígy a bűn minden kapcsolatunkra kihat. A házastársammal való kapcsolatra, a barátaimmal, itt a gyülekezetben az egymással való kapcsolatra, sőt, a bűn még az önmagammal való kapcsolatra is kihat. Elkezdek elhinni hazugságokat magamról, hogy én tényleg értéktelen vagyok, tényleg szerethetetlen vagyok, és ennek megfelelően kezdek viselkedni. Takuya Jemőke ezt úgy fogalmazta meg, hogy ha nem foglalkozunk a sebeinkkel, akkor fájdalomcsillapítókat kezdünk használni. Kitalálunk magunknak nagyon jó fájdalomcsillapítókat. Például, hogyha ugye azt érzem, hogy hát én nem vagyok olyan, engem úgy nem szeretnek az emberek, akkor mondjuk az egyik dolog, amit ki tudunk fejleszteni, hogy nekem vannak ilyen emlékeim kimiből, én mindig poénkodni próbáltam. Mert ugye, ha van jó poént benyomsz, akkor te vagy a menő, és akkor szeretnek. De ugye ennek az a következménye, hogy akkor mindig ez a poénkodás jön. Ha valaki mondjuk beszélgetni szeretne velem komolyabban, akkor is ez a poénkodás jön, mert már rászoktam. Tehát, mert ugye a fájdalomcsillapító az nem gyógyítja meg a sebünket. Az csak elnyomja a fájdalmat, attól még a seb ott van. Nagyon érdekes volt, és Balázsnak mondtam, hogy ma ki fogom prédikálni őt, és aztán többen ismeritek Kovács Balázst, gyógymasszőr, és vele beszélgettünk erről, hogy is van ez, hogy sérülés, meg miért kell ez a masszázs, meg mire kell figyelni, hogyha valami történik. És nagyon érdekes, mert azt figyelték meg, hogy mondjuk valamiben belerugsz, vagy megsérted a térdelet. Akkor ugye a szervezet automatikusan, hogy tehermentesítse azt a részt, elkezdesz másképp járni, picegni mondjuk. Vagy akár, ha fogadat éppen, nem tudom, műtötték, vagy furták, akkor a másik oldalon kezdesz rágni. És utána hiába gyógyul meg már az a rész, a szervezetünk rászokott, hogy hú, hát nekem így kell járni, mert különben fáj. És hogy elkezd kifacsarodni a
eljárásunk, sőt, az ugye az összes többi izomra is elkezd kihatni. Tehát nagyon érdekes, hogy egy ponton, ha nem stimmel a testem, és Balázs volt, hogy akkor jól figyeltem, köszönöm, hogyha egy ponton valami nem stimmel, akkor az összes többi izmom is elkezd kicsit ilyen kényelmetlenül működni, és hosszú távon ennek nagyon rossz következményei lehetnek. És a lelkünk az ugyanígy működik. Ha a lelkemben valami nincs a helyén, akkor elkezdek sántikálni, mindenféle megoldásokat találni, hogy valahogy bizonyítsam magamnak, hogy de hát én szerethető vagyok, én értékes vagyok. Azért, amikor erről beszélek, akkor azt jó, hogy tudjátok, hogy ez, ami ott a legmélyén van, amit általában nem ismerünk fel. Tehát, ha így megkérdeznének téged most, hogy mi a sebed, akkor itt, hát nem tudom, hogy aki már sok önismereti csoportban részt vett, vagy nagyon sok jó beszélgetése volt egy-két tényleg komoly barátjával, ő talán már úgy sejti, hogy hát én valahol itt igen az értékességem, és erre szoktam ilyeneket csinálni, de legtöbbször csak éljük az életünket, és a sebünkből a felszínen csak annyit tapasztalunk, hogy hát nem igaz, a munkahelyen is mindenki beszól nekem. Igaz ez? Tényleg? Hát, ha megnéznénk videófelvételen, lehet, hogy ez nem beszólás volt, csak ugye, ahol sebem van, az érzékeny. Hát biztos emlékeztek ilyesmire, amikor, nem tudom, kisgyerekként ugye valamit megvágtad a kezedet, vagy ilyesmi, akkor azt mondja, hogy ne ír hozzá, fáj. Lehet így felnőttként is, hogyha, nem tudom, fáj a fogam, vagy ilyesmi, és akkor valaki puszítan, vagy jaj, hát szegény virág, bántottam múltkor, mert kapott oltást, influenza oltást, és tudom, meg akartam simogatni a vállát. Jó, mint oda kaptam az oltást. És én látjátok, hogy a másik simogatni akar, de hát nekem az fáj. És ugye ilyenekből tudjuk felismerni a sebeinket, hogy amikor egy látszólag egy normális helyzet van, vagy a másik akár jót szeretne, és én meg nagyon-nagyon reagálok rá, hogy na, ne, ez túl sok. Ebből tudunk kicsit beállni a sebeinkbe. Tehát, hogy emiatt a két dolog miatt kell foglalkozni a sebeinkkel. Egyrészt, mert én magam elkezdek sántítani, elkezdek bicebulcán járni, a lelkem elkezd kicsit elgörbülni. Másrészt pedig, ahol sebzett vagyok, ott hajlamos vagyok arra, hogy én is sebezzek másokat. Hogy én is másokat megszurkáljak. Szeretnék ki példát hozni a Bibliából ilyen sebzettségre, meg az ehhez kapcsolódó viselkedés mintákra. A Márk evangéliumából, második rész, 14-es versétől. Amikor Jézus tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhelyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és a tanítványai mellé, mivel sokan voltak és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel és bűnösökkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Nem tudom, hogy itt ebbe az ige szakaszba észrevettétek-e a sebeket és a fájdalomcsillapítókat. Ugye a farizeusok azzal próbáltak
fájdalmat csillapítani, hogy én jobb vagyok. Ez volt az ő fájdalom csillapítójuk. Én azért, bocs, de én azért szentebb vagyok, mint te. Én többet imádkozom, én több tizedet adok, én egész éjjel böjtölök, de hogy ez még igaz is volt, csak a lényegről elfeledkeztek. Isten ugye már az Ószövetségben is azt mondja, hogy nem áldozatot kívánok én, hanem irgalmat, szeretetet. És a legnagyobb hibájuk valahol a farizeusoknak az volt, hogy azt mondták, hogy én egészséges vagyok. Nem tudom, hogy ilyet éltetek-e át, nekem volt már ilyen ismerősöm, ahol tudtam, hogy vagy nagyon nagy lelki probléma van, vagy akár fizikai probléma is, és nem hajlandó vele szembenézni. Vagy lehet, hogy hallottatok ilyet egy-egy családban, mikor nem tudom, valaki rákos lesz, de nem, ő meg fog gyógyulni, ő nem. És igazából az egész család csak szenved emiatt, mert szeretnének segíteni, hogy figyelj, menjünk már el, nézzük már, csak van valami kezelés, vagy, de nem, mert neki nem kell, és ő egészséges. És valahol ez a legfrusztrálóbb, legnehezebb, hogy egy ilyen emberrel mit csinálsz. És valahol azt hiszem, hogy Jézus is ezt fájó szívvel mondta, hogy nem azért jöttem az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, és hogy bárcsak ők is meglátnák, hogy szükségük van az orvosra, mert mindannyiunknak szüksége van az orvosra. Azért, hogy ne csak szegény farizeusokon lovagoljunk, nézzük meg a Márk evangélium a 9. részét. Azért Jézus tanítványai se voltak jobbak, és ha ezek a szent apostolok se voltak jobbak, akkor lehet, hogy mi se vagyunk annyira különbek. Én biztos nem. Márk evangélium a 9. rész. Beérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük. Miről vitatkoztatok útközben? Ez egy gyerek, miről is beszélgettek ti ott a kocsi hátsó ülésén? Jajaj, hallotta apa. Úgyhogy valahogy így érezték magunk a tanítványok. Látjuk a reakciójukon. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az után egymással, hogy ki a legnagyobb. Az én autóm nagyobb. Nem, az enyém nagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Min is versengenek Jézus tanítványai? Ki a nagyobb? Ki az értékesebb? Ki a fontosabb? És ugye emögött pont az van, amiről beszéltünk, ugye, hogy én fontos akarok lenni, értékes akarok lenni. Nem tudom, ezt így látjátok-e, hogy Isten így teremtett meg minket. Isten úgy teremtett meg, hogy értékes vagyok, fontos vagyok. És a bűn volt az, ami ezt összetörte. Ádámnak és Évának ott akkor a saját választása, de a teológusok pont ezt mondják, hogy az eredendő bűn az nem csak ennyit jelent, hogy én bűnös hajlamom van, hanem hogy öröklöm a szégyent. Öröklöm ezt a sebet már születésemkor. Már mikor megszülettem, akkor ott van bennem ez a kérdőjel, hogy értékes vagyok, fontos vagyok. És mivel egy bűnös emberek vagyunk, ezért folyamatosan ezen a területen sebezzük egymást. Ugye a sátán volt az, aki Ádámot és Évát elcsábította, és összetörte bennük Isten képét valahol. Kis cserépdarabkák maradtak. És mai napig, amikor vétkezünk egymás ellen, akkor pont ezt csinálni, egy kis kalapáccsal megyünk oda, beszólunk a másiknak. Te hülye vagy, te bína vagy.
Ugye a gyerekek ezt nagyon keményen tudják. Nem, mert akkor te hülye vagy, kisgyerek. És tudjuk, hogy hova kell pont szúrni, hogy a másiknak fájjon, és még egy kicsit törjünk ezen. De hogy Jézus azért jött, hogy helyreállítson minket. Ugye, hogyha az ószövetségi prófétákat nézzük, ott azt mondja, hogy csodálatos tanácsos, gyógyító. És hogy most erről szeretnék még beszélni, egy kicsit, hogy mi is Isten megoldása. Van megoldása a sebeinkbe? De még mielőtt rátérek, azért szeretném azt még hangsúlyozni, hogy ez nem egy ilyen elmélkedés. Nem az a lényege, hogy most így úgy menjél haza, hogy jaj, hát igen, én szegény, sebzett vagyok, mindenki szeressen engem. Hanem, amit mindenképp szeretném mondani mindannyiunknak, hogy felelős vagyok a saját életemért. Hogy a cél nem az, hogy elinduljunk az önsajnálat útján, hanem hogy elinduljunk a gyógyulás útján. Jézus ezért jött. És hogy nagyon is felelős vagyok. Gondoljatok bele, hogy mondjuk volt olyan tanár, akire így van így emléketek, hogy mekkorát beszólt nektek, és mai napig fáj, amit mondott. Vagy esetleg, amit valamikor a férjed, vagy a feleséged mondott, vagy a gyereked, vagy a szülőd. Biztos vagyok benne, hogy ha egy picit gondolkoztál, akkor bevillannak ilyen mondatok, hogy na te semmire kellő, na te kis hülye, ó, neked ez sose fog menni. És hogy hatalmas felelősségünk van, ha nem foglalkozok azzal, hogy én gyógyuljak, hogy engedjem Isten helyreállítását az életemben, akkor úgy fogok tovább menni, még itt ebben a szerető gyülekezetben is, hogy tovább szurkálok másokat. És ezzel egyikünk se kivétel. Csak egy-két példát még szeretnék hozni, hogy például, ha ugye nem érzem magam fontosnak, akkor karriert fogok építeni. És akkor a családom, a barátok, azok úgy, akkor a karrier. Ugye erről is jó sok film szól már, hogy apuka, két autó, ház, minden, és akkor feleség pakol és elmegy otthonra, és akkor jön rá, hogy mennyire fontos a családja, és akkor megy Hollywood, ezért elmegy farmernek, és boldogan élnek, mint meg nem halnak. Hát nem ez a megoldás, de a problémát jól felveti. Vagy munkamániássá válok, vagy állandóan féltékenykedni fogok barátaimra, férjemre, feleségemre, vagy éppen a gyerekem lesz az életem középpontja, vagy mártírkodni kezdek, hogy én, aki mindent megteszek a többiekért, és mi a hála ezért. És nem veszem észre, hogy ugye a mártírkodás nehézsége az, hogy én úgy segítek, ahogy én szeretnék. Ez amikor szegény nénit átkísérik az úton, de hát én át sem akartam menni. De mert nekem jónak kell lenni, mert én segítek. És nem arra figyelünk. Mert amíg a sebzettségünkkel nem vagyunk tisztában, addig azt tud irányítani minket. Addig bizonyítanom kell, hogy szerethető vagyok, hogy értékes vagyok, és addig nem tudok arra figyelni, hogy másiknak mire van szüksége. Hát nekem sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy ezt megcsináljam. Én gyakran vagyok így a segítésre, úgyhogy Virág kapott néha egy-két ilyet, hogy mentem segíteni a konyhába, és azt nem tudom, hogy legközelebb inkább ne gyere be segíteni. És bocs, igazad van, ez most nekem kellett, hogy én jó férj legyek, és én segítek a feleségemnek. És hogy ezért kell, hogy hoppá, nekem van egy ilyen sebzettségem, hogy én nem érzem értékesnek magam. És akkor, ha én csinálok valamit, ha én segítek,
Nehéz, így meg esik nyomolom. Valaki zsörönyösen néz rá. Ha én csinálok valamit, ha én segítem, akkor fontos vagyok. És föl kellett ismernem, hogy nem rossz helyen keresem az értékességemet. De hogy mi is Isten megoldása erre? Mert azt biztos sokan átéltétek, és valahol a mai protestáns ilyen mainstream vagy populáris vallásunknak itt van rákfenéje, mert na, mi a megoldás erre, hogy sebeink vannak? Kegyelem, igen, még egy-két ilyen szlenget így dobjatok, hogy na mit kéne csinálni, hogy jól legyek? A nagyobb hited lenne. Nagyobb hited lenne, imádkozni. Többet olvasni a Bibliát. Többet olvasni a Bibliát, így van. Tehát teljesen leszűkítjük az Istennel való kapcsolatunkat arra, hogy én is Isten. Hogy csak ebből áll az Istennel a kapcsolatunk. Ezt sehol nem látjuk a Bibliába. Isten közösségre teremtett minket, és... Ezek mind nagyon fontosak, amiket elmondtunk. De hogy egy része az törvénykezés, ez a ha nagyobb hited lenne, akkor az már valami nem stimmel, az már megint rajtam múlik, nekem kell azon igyekezni, hogy nagyobb hitem legyen. Isten igéje valami más mond és másra bíztat. Ha megnézitek, nagyon izgalmas, hogy Jézus eleve nem azt csinálta, hogy kiképzett, hogy mint létrehozott egy szervezetet, ahol ő volt a főnök, és mindenkinek megmondta, mit kell csinálni, hanem pár emberrel megosztotta az életét. És ugye az elmúlt hónapokban már sokat hallottatok erről, hogy tanítványság, hogy közösség itt a gyülekezetben, és nem véletlenül. Mert hogy tényleg így vezetőként sokat foglalkozunk ezzel, hogy tudnánk növekedni, hogy tudnánk gyógyulni, hogy tudnánk egyre inkább azokká az emberekké válni, ahogy Isten elgondolt minket. És ahogy erről beszélgetünk másokkal, meg ugye külföldi segítséget is kértünk ehhez, más gyülekezet, más vezetőkkel is, hogy beszélgetünk, hogy amit ma legjobban elfelejtettünk a mai egyházban, az a tanítványi közösség. És azt mondja, a pszichológusok arra jöttek rá, hogy ami kapcsolatban kaptunk sérülést, akár az Isten kapcsolatban, akár az egymással kapcsolatban, az csak kapcsolatban tud gyógyulni. Csak úgy tudok gyógyulni, ha valakivel mély kapcsolatba kerülök. Larry Crabb, aki Amerikában az keresztény pszichológia egyik ilyen vezető úttörője, ő sok-sok éven át azzal foglalkozott, hogy minél több lelki gondozó legyen. És járt, és képzéseket szervezett, és minél több lelki gondozó, hogy tényleg valakinek baja van a gyülekezetben, az menjen el, és találjon egy lelki gondozót. És mondta, hogy 30 év után jött rá, hogy ez nem itt van a baj. Ez kb. Olyan, mint amikor a csónakból próbálom a vizet kimerni. A baj nem ott van. A baj a lyukkal van. A lyukat kéne betörni. És arra jött rá, hogy ahogy különböző gyülekezeteket vizsgált, hogy azok a gyülekezetek, ahol egy élő közösség van, ott 90%-kal kevesebb embernek van szüksége lelki gondozásra. Ahol élő közösség van, ahol vannak, mindenkinek van pár olyan ember, akivel le tud ülni egy mélyet beszélgetni, ahol tudja, hogy meghallgatják, elfogadják, szeretik. Itt Isten tud gyógyítani. És hogy valóban a teljes kép az erről szól, ugye a bűn esettel belépett a szégyen az életünkbe. Hogy tényleg azt érezzük valahol legbelül, hogy nem vagyok jó,
nem vagyok értékes. És hogy Jézus a kereszten ennek a furlánkját húzta ki. Mert ugye mit mond az, hogy eljött értünk kisbabaként, és itt élt értünk, az, hogy fontos vagy. Hogy fontos vagy. És így a legfontosabb lépése a gyógyulásnak már meg tud történni. Hogy, és nagyon érdekes, ugye tudjátok, hogy Tapuja Emőkének a munkatársa vagyok, és ott vele együtt heten dolgozunk. És nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy is áll a pszichológia, meg a hit, meg a kereszténység. És a pszichológia egy nagyon fontos tudomány. És nagyon sok olyan dologra jöttek rá, ami segít megérteni, segít jobban működni. Tehát kb. Mint az orvostudomány, hogy igen, Isten a gyógyító Isten, de az orvostudományt, ami segít minket abban, hogy egészségesebben éljünk, így van a pszichológia is. De ez az egy dolog, amire a pszichológia nem tud választ adni. Az, hogy miért vagyok értékes. Jó, bocsánat, azt lehetne, hogy majd a karim után. Köszönöm. Tehát, hogy a pszichológia arra, hogy én szégyellem magamat, hogy legmélyen belül rossznak érzem magamat, hogy értéktelennek érzem magamat, erre nem tud választ adni. Hát fogadd el, ez van, éld az életet, próbáld meg legjobban megvalósítani magadat, ehhez tök jó eszközei vannak, vagy fedezd fel a képességeidet, és ezek nagyon hasznos dolgok. De a legmélyebb alapját arra nem tud választ adni, hogy miért is vagyok itt a Földön, hogy miért is vagyok értékes, ki vagyok én. Ez, amit Isten adott választ, és nagyon érdekes, hogy Isten válasza nem egy elmélet. És ez, amit elfelejtünk sokszor, hogy Isten válasza, itt van Isten válasza, így ebben minden benne van, ami kell a hithez meg. De nem. Mert mi Isten szava? Ki Isten szava? Isten szava Jézus. Lejött emberélet és megélte. És erre hív minket is. Ha gyógyulni akarunk, akkor az ebben lévő tudást el kell kezdjük párosítani azzal, hogy megéljük. És így a végére ott hátul kiraktam ilyen kislapokat, a Gábor mögött ott vannak. Egy-két kérdést hoztam, hogy amit majd hétközben azt hiszem, hogy gondolkozhattok, vagy gondolkozhatunk, hogy szükségem van az orvosra az életem valamelyik területén. Köszönöm. Nyugodtan. Lehet, hogy nem üt mindenkinek, aki majd akkor így... Igen. Köszi. Milyen fájdalomcsillapítóim, állarcaim vannak. És tudjátok, ennél a résznél ez a kényelmetlen rész. Itt érdemes megkérdezni egy-két más embert. És valahogy tartozik a következő kérdés, hogy van-e az életemben két-három olyan megbízható ember, akikkel tudok és merek teljesen őszinte lenni, akitől a kritikát is el tudom fogadni. És hogy nagyon fontos, hogy erre hagyj biztassalak titeket, hogy felelősségünk van. Felelősségem van azért, hogy ki vagyok. És aki vagyok, az meg fogja határozni azt, hogy viselkedem. Ugye a farizeusok ezt szúrták el, hogy ők nagyon próbálták, hogy ők hú de jók, ők nagyon szentek, ők hűt, de Isten az én emberek életében megengedt töréspontokat. Én voltam így. Ugye meséltem már nektek korábban arról, hogy Belgiumban volt egy éves szakaszom, amikor erre rá kellett döbbenjek. Én azt hittem, hogy hú, milyen jó keresztény vagyok, és már kegyelem is, én annyira szeretem az embereket, meg ilyesmi, és Isten elvitt egy olyan pontra, amikor rájöttem, hogy nem, ez,
ez még én voltam, és nekem idáig tart a szeretetem. De mikor már valaki ennyire hülye, akkor őt már nem tudom szeretni. Értsétek jól az előző részét. A nem a másik a hülye, az én szeretetem az, ami mert eddig tartott. Mert én próbáltam bizonyítani, hogy én milyen jó keresztény és milyen értékes vagyok. És tök jó volt, hogy volt egy-két olyan ember az életemben, akik így rá tudtak kérdezni, hogy figyelj. És gyakran ezek a, lehet, hogy a szüleink, vagy a tesóink, és az nagyon kényelmetlen, hogy a legaranyosabb az volt, azt már mondtam párszor, mikor anya így megkérdezett, hogy töltesz te elég időt Istennel, mert morcos vagy mostanában. És hogy így van. Szóval bátorítanak titeket, hogy Isten téged sokkal többnek teremtett, mint ahol most tartasz. És szeretne gyógyítani. És ezt egyrészt fogja tenni az ő igényén keresztül, de ha tényleg át akarod élni a megváltást, a helyreállítást, akkor szükségünk van olyan kis közösségekre, pár emberre legalább, akikkel a szívem legmélyét is megoszthatom, ha így belelátnak mindenhova. És ott, pont ott át tudom azt élni, hogy előhozom a szégyenemet, megosztom, ami a legsötétebb, és szeretnek. És át tudom élni Isten szeretetét. Hogy még akkor is szeretsz, Uram, ha ilyen vagyok, igen, még akkor is szeretlek. És tudjátok, nagyon izgalmas volt egy ma élő híres teológus, Andy Wright, amikor megkérdezték, hogy tudunk választ adni arra, hogy miért van ennyi gonoszság a világban, hogy Isten miért nem tesz valamit. Akkor ő, mint ez egy könyvön keresztül taglalta, de a lényeget összefoglalom neked. Neked én lehetek Krisztus. Nekem te lehetsz Krisztust. Egymásnak Krisztust képviseljük. És erre hív minket Isten, hogy gyógyuljunk. Nem egy utópia. Ez nem lesz könnyű. Ez egy nagyon nehéz dolog, amire Isten hív itt minket. És hát biztos, hogy mindannyian kaptatok már itt sebeket testvérektől. És még fogtok is. De Isten mégis erre hív, hogy annak ellenére, hogy a másik valószínűleg még meg fog sebezni, még fog hülyeséget csinálni, közel kell egy-két embert engedjek magamhoz, hogy gyógyulhassak, hogy felszabadulhassak. És hiszem, hogy egyre inkább így igaz lesz az ránk, hogy amint az írás mondotta, aki hisz én bennem, annak belsőből élő vizek folyamán jönnek. Ahogy így gyógyulunk, ahogy emberré válunk, ahogy Isten teremtett minket, egy olyan élő víz fakad az életünkből, ami másokat Istenre fog vezetni. És most kérném is Gábort, hogy jöjjön, visszakészülünk az úrvacsorára. Mattusa Peti fogja majd vezetni az úrvacsorát. Még egy gondolat, ebben a témában nagyon ajánlanám Tapolya Emlékének a Sebb Tapasz előadás sorozatát, a Veselényi utcai baptista gyülekezet honlapján, a vesi.hu-n meg lehet elegeltálni, a linket majd berakjuk a hírlevélbe. És most pedig készüljünk együtt az úrvacsorára, ami pont arra emlékeztet minket, hogy egy asztalhoz jövünk, hogy mindannyiunknak ugyanúgy szüksége van kegyelemre, mert összetörtek vagyunk. Nem imádkozunk így tanítás után, és akkor a dicsőítés is kezdődhet majd. Mennyi édesatyánk. Köszönjük, hogy Jézust, ahogy az igében látjuk és olvasok, ő
ő gyógyított, és annyira ott volt a tanítványokon keresztül. Közel az emberekhez, sebekhez, betegségekhez közel. Köszönjük, Uram, hogy Te közel vagy hozzánk is. Vágyal az, hogy mi is közel menjünk is, maradjunk Te közelségedben. Köszönjük, ezt elvégezted ott a kereszten. És azt tudhatjuk, hogy, és olvasok, hogy Te vagy Immanuel, hogy velünk az Isten, hogy velünk vagy. Köszönjük, Urunk, azt, hogy az úrvacsorán keresztül adtál nekünk egy jelet az emlékezésre, hogy ne felejtsük el, hogy Te velünk vagy. Hát adunk neked azért, hogy a kenyér is a pohár vételével Te emlékeztetsz bennünket arra, hogy elvégezted az utat és a bűnének a bocsánatát. Betöltöttél minden proféciát, minden ígéretet is, mindent, amit a Szentírás előre vetített. Úgyhogy köszönjük neked, drága Jézus, az áldozatot, amit önként vállaltál. És imádkozom, Uram, hogy legyen az emlékezés az ez egy megtapasztalás annak, hogy Te mennyire szeretsz bennünket. És ne engedjük, hogy az örömhír az egy átlagos hír legyen, bármikor is találkozunk vele. Imádkozom, Uram, hogy az örömhír az legyen a legnagyobb hír, nagyobb, mint bármi más, mint olvasunk, hallunk, vagy elmondunk másnak. Így kérlek, Uram, hogy készítsd a mi szívünket a kenyér és a bor vételére. Köszönjük, hogy Téged dicsérhetünk. Amen. Yeah.
És ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vegyük a kenyeret. Hasonlóképpen vette a poharat is. Miután vacsoráltak is ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát. Hirdessétek, amíg ő eljön. Szívem belém a tekintet, ahogy akkor
dicsőséged járjon át. De most közénk, jó atyám, várunk rád. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át. Szent lelked tölts ki rád, várunk rád.
Köszönjük, hogy a te dicsőségedre hívtál minket. Köszönjük, hogy magadnak megvásároltál Jézus drága vérén. És felkészítesz minket a veled való találkozásra. Segíts, hogy ebben mindig lehessünk hűségesek, lehessünk hozzád hűségesek, és kérünk téged, hogy munkát.